Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe. Vendégem Komonyi Zsuzsi, akit köszöntök, szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Képzeld el, hogy pár hete olvastam a te visszatérésedről egy újság címlapján is, és aztán közben megjött ez a lehetőség, hogy mi is beszélgethetünk. Aztán gyorsan utána néztem, hogy 2016 nyarán született a kisfiad, ami ugye? Így van. Tehát akkor jól gondolom, hogy 2 év telt el úgy, hogy te azért babáztál, élted az a mindennapokat ebben, ismerkedtél a saját anyaságoddal, és most van az, hogy visszatérsz, ha van ilyen. Te mit gondolsz erről? Jól összeszedted, igen, ennyi történt. Tulajdonképpen az elmúlt 2 évem tényleg a kisfiamról szólt elsősorban. Ez az én döntésem volt, tehát felkérések voltak természetesen, mert 18 év van a hátam mögött a zenei pályán, és azért ezt nem lehet, és nem is akartam elengedni tulajdonképpen, csak kellett egy kis szünet. Azt gondoltam, hogy szeretném megélni, nagyon vágytam már a babára, és amikor megadatott, akkor úgy döntött, hogy én ténylegesen, hogyha lehet ilyet, akkor én otthon maradnék a kisfiammal, de aztán olyan sok felkérés volt, és akkor elkezdett bennem is újra megfogalmazódni, hogy hát akkor van még helyem a pályán, hogy akkor újra kellene vállalnom fellépéseket, és elkezdtem gondolkodni, na oké, csak akkor lehet, hogy változtatnék egy picit, és a feldolgozás dalokból kilépve saját dalok irányába venném az utamat, és felkerestem egy régi kapcsolatomat, aki aztán a menedzserem lett, akivel régen dolgoztam együtt, és elkezdtünk ötletelni, és tulajdonképpen így a nyár folyamán megszülettek a dalok, 3 dal készült el, úgyhogy most újult erővel a babázás után visszatértem, és már vállaltam is nyáron fellépéseket. Na most nagyon sok mindent mondtál, amire mind külön-külön kitérnék, többek között ez, hogy azt gondolja az ember, hogy oké, akkor hogyha ennyien keresnek, akkor csak van helyem. Ez egy érdekes dolog, és szerintem mindenkinek valahol a szíve mélyén mindig ott van ez a kis szorongás, hogy jó-e abban, amit csinál. Még akkor is, hogyha a visszajelzések egyértelműek, de hogy ez egy érdekes dolog, nem? Hogy ezt hogy lehet kezelni, meg hogy működik. Hogyha én egy picit kilépek, bár a szívem vágya, hogy babázzak, akkor is visszatérhetek. Igazából én pont egy hasonló gondolkodású ember vagyok most, amit így összefoglaltál, hogy én mindig, bennem mindig van egy icipici kételj, hogy biztos elég jó vagyok-e. Szerintem nagyon sokakban. Igen, és de szerintem ez valahol nem baj, hogy bennem van, mert nem magamat kérdőjelezem meg ezzel, tehát én tudom azt, hogy én azt gondolom, hogy tudok énekelni, nagyon szeretek énekelni, imádom a közönséget, imádom a színpadot, azt az egész közeget, de mivel rengetegen vagyunk a pályán, tehát annyira nagyon sokan, hogy össze se tudnám neked számolni, évről évre jönnek ki az újabb tehetségek, és fejlődni kell, tehát ott van bennem mindig kételj, hogy nem szabad megállni egy icipici ponton sem, hanem mindig magasabbra-magasabbra kell törni. Ezért például én elkezdtem újra énekelni tanulni. Uh-huh. Ez most lehet, hogy sokakban furcsán hangzik, hogy egy énekes miért tanul éneket. Én azt gondolom, hogy mindig is kell, mert olyan dolgokat tudok az énektanártól megtanulni, amit otthon hiába hallgatom a dalokat, nem biztos, hogy ugyanúgy ki tudom magamat javítani, rájönni arra a technikára, és bizony kell tanulni. És akkor ez a kételj szerintem egy icipicit csökken, kapsz önbizalmat, meg főleg, hogyha az embert ugye keresik, meg teszek érte, tehát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet hátradőlni. Persze kell egy egónak lenni, tehát azért azt hozzáteszem, mert csak színpadon állunk, azért csak elismerik, amit csinálsz, de én azt gondolom, hogy a közönséget meg kell tisztelni azzal, hogy te folyamatosan készülsz arra. Én például folyamatosan készülök a fellépésekre. Elgyakorlom a dalokat, nagyon izgulok minden egyes fellépés előtt. Szerintem szépen szoktam felöltözni, hogy megtiszteljem a közönséget, mert ők is megtisztelnek engem, hogy eljönnek egy fellépésre. És akkor ezek a kételyek, ezek mindig csökkennek, akkor rengeteg pozitívat kapok, és akkor tudod, ilyen berobbanok, és akkor tényleg én vagyok az. Aztán persze, amikor mondjuk hallok egy jobbat, mondjuk, mert miért ne lehetne azt, hogy én tudom, hogy tőlem vannak sokkal-sokkal jobb énekesek. Én viszont tudom a helyemet, és azt próbálom minél jobban fokozni, és azt kitanulni, úgyhogy szerintem megférünk egymás mellett a pályán. Én azt gondolom.
Én azt látom, meg azt hallom más énekesektől is, akiknek hasonló a gondolkodása, mint a tiéd, hogy ez igen, ez ilyen alappá válik egy idő után, hogy folyamatosan képzik magukat, mert hogy ahogy telik múlik az idő, nyilván az embernek a hangja, a hangszíne is változik. Jelen esetben nekem ez lett volna a másik kérdésem, hogy azzal együtt, hogy van mögötted majd 2 évtized a pályán, na de hát te most egy saját hangot keresel. Ez így ami van. Saját hang, saját előadás, tehát szerintem egész más. Hogyne, és pont ezek az izgalmak, vagy az, hogy az ember bízik-e magában, vagy nem annyira, ezek pont ebből adódnak, hogy Úristen, tehát eddig feldolgozás dalokat énekeltem, álltam a színpadon. Sokan azt gondolják, hogy ez sokkal könnyebb út, mint egy saját dallal mondjuk kiállni. Én ebben nem vagyok biztos. Más. Mert ott meg úgy van, hogy tudod egy más előadónak elénekelni a dalát, amit mindenki ismer, az egy nagyon nehéz feladat, mert azt gondolom, hogy ott hozni kell azt a szintet, amit az eredeti előadó már megteremtett. Persze. És az, hogy tőled mondjuk azt befogadják, az egy nagy szó, én azt gondolom. És akkor a következő lépcsőfok, hogyha azt is elfogadják, hogy mondjuk vannak saját dalaid. Ugye ez mindig egy ilyen visszás, hogy azoktól is furcsa, akinek csak saját dalai vannak, hogy mondjuk énekel egy feldolgozást, vagy éppen fordítva az én helyzetem. Izgalmas, szóval igen, izgalmas. Igen, szóval ilyen most egy ilyen vízválasztónál vagy, igen. Hogy fog ez elsülni. Így van, és persze, hogy izgulok, mert szeretném, hogyha szeretnék azokat a dalokat, amit most majd bemutatunk a kedves közönségnek, mert nekem ezek szerelem gyerekei. Na igen, ezt akartam én is, hogy te szereted? Tehát, hogy te imádom. Oda vagy, érted? Igen, én most úgy döntöttem, hogy ha újra színpadra fogok állni, és van erre lehetőségem most saját dalokkal, akkor igenis csak olyan dalt fogok elénekelni, amiben teljesen otthon vagyok, és én vagyok. Attól függetlenül nekem írják ezeket a dalokat. Ez is nagyon fontos, hogy még nem én írom, majd lehet, hogy egyszer lesz olyan is. Tehát ugye meg kellett találni azt, akivel passzolsz. Aki így van, illetve hát azt a hangot, amin közös nevezőre tudunk jutni. Tehát szövegben, dallamvilágban, stílusban, mert egy picit azért változtattunk, eddig ugye a táncdal világában voltam benne nagyon, és egy picit fiatalosítottunk ezen a vonalon. Mondhatnám, hogy elfordultunk egy leheletnyit a pop irányába, de még mindig azt gondolom, hogy fogyasztható azok számára is, akik eddig a táncdalokat szerették tőlem hallgatni. Na és a feldolgozás számoknak az előadását, azt most egy kicsit háttérbe helyezed, vagy megférez is együtt? Vagy most csak arra koncentrálsz, hogy ezeket a friss dalokat bemutasd, és elfogadtasd ezt az arculatot? Én egy ilyen csepegtetős gondolatban vagyok benne, hogy azt szeretném, hogy természetesen, aki eljön továbbiakban is majd egy fellépésemre, és azért jön, mert szerette azokat a dalokat, amit eddig is énekeltem, tehát azt mindenképpen vegyítenem kell, de szeretném a hangsúlyt majd természetesen a saját dalaimra fektetni, hogy igenis ismerjék meg, szeressék meg. Ez mindig egy nehéz dolog, mert eddig pontosan tudtam, azok a dalok, amiket énekelek, tombolnak rá, imádják, tapsolnak, táncolnak, jól érzik magukat, egyébként a fiatalok is ismerik, és akkor most megérkezem egy olyan dallal, amit mondjuk még sehol nem hallottak, és akkor wow, ott azért meg szokott fagyni a levegő, és akkor én nem rejtem véka alá, én szoktam kérni, hogy ez egy új dal, szeretném, hogyha tetszene nekik, és hogyha esetleg tetszik, akkor tapsoljanak, és tényleg szoktak tapsolni. Aha, tehát kéred tehát a van vissza, igen, visszajelzés. Kérek visszajelzést, nekem kell. Máshogyan ugye nem tudja az ember a visszajelzéseket begyűjteni csak személyesen. Persze sokan írnak, tudod, hogyha hallották bárhol esetlegesen, akkor szoktak írni, hogy ú, de jó, meg a dalszöveg, már kérték, nem tudom, a dalszöveget, mert hogy egy mondatot megbírt belőle jegyezni, de hát ugye rövid volt az a 3 perc. És, hát ez akkor szóval... azt jelenti, hogy eltalálja az embereket. Igen. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Mesélj egy kicsit erről a közös munkáról, hogy ugye mondtad, hogy meg kellett találnod azt az embert, akivel passzoltok. Igen. Olyan értelemben, hogy szövegben, zenében. És hogy hogyan néz ez ki? Az, hogy te milyen témáról énekelnél, hogy ő milyen témát írna, ez ilyen közös beszélgetésből jön ki, vagy egész egyszerűen, ahogy megismeritek egymást, ő rád érez? Van ilyen is, olyan is. Volt pont a dalok között ilyen is, olyan is. Tehát volt, amit leültünk, a dallam volt meg, és akkor nagyon tetszett, beszélgettünk, hogy na de akkor te mit képzelsz el rám, ilyen szövegvilágot én mit képzelek. Mondjuk, ami hozzám a legközelebb áll, az mindig a szerelem.
Tehát az azt gondolom, hogy egy örökérvényű dolog, vagy szakítás, tehát vagy akár negatív formában, vagy pozitív formában, mert a dalaim között például van olyan dalom, ami a fiú és lány közötti barátságról szól, ami nagyon sokszor ugye nem barátság, mert az egyik fél mindig többet érez. És hogy akkor ebből hogyan tudjuk megtartani, amikor már kiderül, hogy a másik fél nem akar az egyiktől ugye semmit, hogy akkor hogyan tudjuk azt a csodálatos harmóniát, ami eddig közöttük volt, ugye megtartani. Azt a dalt nagyon szeretem. Az például egy nagyon régi saját sztoriból építkezett fel, csak nem én fogalmaztam meg, hanem ugye a Mário, aki egyébként a dalokat is írta, Riba Máriónak hívják egyébként a fiút, és csodálatos szöveget írt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tehát ő tud abból is építkezni? Igen, hogy én elmeséltem egy sztorit, ami velem régen megtörtént, még diákkoromban, mert ugye most azért egy kicsit nehéz olyan szempontból, hogy én házasságban élek, nagy szeretetben, szerelemben, akkor az ember mégis hogyan tud olyan dalszövegeket írni, hogy a szakításról, és nem tudom mikről. Tehát ugye számol vetted ki a szót? Igen, szóval ez mindig egy kérdést felvet, hogy na de hogyha te boldog vagy, és én tényleg, tehát én most nem akarom ezt misztifikálni, de szó szerint én egy rózsaszín ködben élek. Tehát én megtaláltam a másik felemet, van egy csodálatos családunk, gyermekünk. Én azt gondolom, hogy ilyenkor azért nehéz azt gondolni, hogy elkezdek énekelni egy dalt, mert például van egy másik dalom, ami meg a szakításról szól, vagy egy beteljesületlen szerelemről, és akkor, hogy ezek honnan jönnek, kérdezhetnék ugye a hallgatók, a nézők, és ez úgy van, hogy beszélgetések kapcsán. Meg volt olyan is, hogy már megvolt maga a dalötlet, és tudtam vele azonosulni. Tehát azt gondoltam, hogy tehát hogyha énekelem, ez teljesen én vagyok. És erről a hatalmas szerelemérzésről, a harmóniáról is írtatok már dalt? Lesz, igen. Hát ez milyen érdekes, nem? Hogy, lesz, hogy még ezt, nem egyébként. Hogy ezt, most, hogy mondod, átgondoltam gyorsan. Na, mert hogy ez így hozza a következő témát, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy értem, hogy szakítós dalt írunk, mert hogy azok, akik esetleg ebben a helyzetben vannak, azokat megsegítjük, hogy legyen nekik valami. Támogatjuk kis... egy picit, hogy van még remény. Ez tényleg igen, így van. Meg legyen egy kis himnuszuk, de hogy ezt kevésbé önti szavakba bárki, hogy figyelj, amúgy én nagyon-nagyon jól vagyok, nagyon nagy a szerelem, és nagyon beteljesült minden, pedig hát ugye az is egy pozitív kicsengés. Egyébként ezen gondolkoztam, és szeretnék, és majd természetesen egy ilyen dalt, és pont ebbe gondoltam bele, hogy lehetne majd 2019-ben például az esküvőknek a himnusza az a dal, mert általában, ami viszont tényleg a kicsattanó és a olyan szerelemről szól, ami szó szerint elcsöppen, azok általában mind az esküvőknek lesz a himnusza és a dala, úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha... Tessék, feladatod. Így van, úgyhogy tényleg meg kell énekelnem a boldogságomat, mert ez is erőt adhat, mert van ilyen, és tényleg létezik. Ezt is dalba fogjuk önteni. Na, és mikortól kezdtél el úgy dolgozni ezeken, hogy már aktívabban, tehát hogy mondjuk a kisfiattól egy kicsit többet vagy távol? Igazából most a nyáron, tehát ahogy így betöltötte a 2 évet, de a dalokat már tulajdonképpen 2017 decemberétől készítettük, tehát ugye azokat többször énekeltük, felénekeltünk, változtattunk rajta, és akkor egészen nyárig eltartott ennek a 3 dalnak, sőt 4 dalnak, mert az egyik dalból 2 féle verzió is készült, és azt ugye 2 féleképpen énekeltem, mert más lett a hangulata, ahogy át lett hangszerelve, és akkor nyáron ugye elkezdődtek a fellépések, hál' is Istennek nagyon-nagyon sok volt, úgyhogy tulajdonképpen nyártól lehet datálni azt, hogy 2018 nyarától, hogy tulajdonképpen élesben megy a történet, és egy kicsit többet vagyok távol. De azért meg tudjuk oldani, tehát nem szenved hiányt a kisfiam semmiben. Jó, hát abban azért én biztos vagyok. Nyilván ki fogunk térni a vele való viszonyodra is, de még előtte azért arra is kíváncsi lennék, hogy és akkor most mi a terv, tehát hogy hogyan tudod beütemezni az életedbe azt, hogy dalok, fellépések,
újabb dalok. Tehát, hogy ez a munka ez most elkezdődött, ennek folytatódnia kell. Így van, így van. Mindent ütemezünk, tehát azért most elkészítettünk 3 dalt, amit szeretnénk ugye majd promotálni és bemutatni a nagy közönségnek. Ennek van egy kifutási ideje, ebből ugye most készült egy kis lemez. Most forgattunk egy videóklipet, ami nem olyan régen látható különböző csatornákon, és most ennek várjuk természetesen, hogy ezt ismerjék meg, ülepedjen le, aztán szeretnénk a másik 2 dalt is majd bemutatni, azokra is videóklipet forgatni, úgyhogy azért ezzel lesz teendő. Azért a videóklip forgatás ez nem egy rövid és nem egy kis energiát kérő dolog. Így van, hát attól függ persze, hogy milyen jellegű videóklipet szeretnél forgatni, de én csak mondom neked, hogy az én videóklipem, ami nem régen készült el, tulajdonképpen az egy egyszereplős videó volt, 2 táncoson volt még, és egésznapos felvételt ölelt magába, úgyhogy hát hogyha még meg többen is vagyunk, meg különböző helyszínek, tehát van, hogy több naposak egyébként ezek a felvételek, de az például konkrétan egy teljes nap volt. És azért akkor is megoldani ugye a kisfiamnak a felügyeletét, tehát ugye azért ezek mind-mind megoldásra várnak, de mindent szerintem egy biztos családi háttérrel, segítséggel, nagyszülőkkel, babysitterrel mindent meg lehet oldani. Hát igen, ez tényleg. Tehát nem áll meg az élet attól, hogy az. De nem, hanem azt szeretném csak ezzel kifejezni, hogy merjenek az emberek ugye családot alapítani, mert meg lehet oldani mindent. Tehát én azt gondolom, meg a mai világban, én például amikor kicsi volt, és volt olyan tévéfelvételem, akármilyen szereplésem, vittem magammal. Hát most egy kicsi baba, azon kívül, hogy eszik-alszik, nem sokat zavar, hát hogyha felsír, akkor mondjuk egy picit kellemetlenebb. Na de hát akkor is, én mindig szóltam előre, nem probléma, elviszem. Volt, persze, hogy stúdióba is elvittem, persze kiraktuk abba a helységbe, ahol őt nem érheti semmilyen zajártalom, és ott volt velem, és csodálatos volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szülőnek is a felelőssége, hogy oldja meg, de ettől nem áll meg. Tehát ez is egy munka. Tehát az is egy munka, amikor az ember, gondolj bele, reggel 8-szor este 6-ig elmegy dolgozni, vagy tehát akkor őnek is meg kell oldani, és nekik is van családja. Tehát egy művésznek is meg kell oldani, olyan nincs, hogy lehetetlen vagy, hogy nincs. Legalábbis az én olvasatomban. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Komonyi Zsuzsi énekesnő, aki éppen most tér vissza. Ezt a visszatérést. De ez is milyen érdekes, nem? Igen. Hogy erre így nem tértünk ki, hogy ez most egy létező dolog? Vagy nem? Hát tulajdonképpen szerint egy gyereket szülni. Tehát, hogy ez mi? Igen, ez? Csak hogy tudod, ebben a szakmában azért én szerintem kevesen mondhatják el, hogy mondjuk 2 évig nem vállalnak fellépést. Sőt, én amikor 5-6 hónapos kismama voltam, én onnantól kezdve nem vállaltam már a fellépéseket, tehát még azok, amik megvoltak, tehát pont jól jött ki a terhességemnek a kifutása, mert pont úgy voltak a fellépések, hogy pont én nyáron szültem, tehát én május 1-től már nem vállaltam fellépéseket, és akkor, amikor ugye kismama lettem, és már publikus lett, akkor mi ezt az irodáknak ugye elküldtük, hogy nem, de aztán képzeld el, megszültem július 19-én, és már augusztus 10-én akartak engem valami fellépés, és mondtam, hogy ne haragudjatok, nem? Tehát én 1 éven keresztül onnantól számít, vagy mondjuk megszültem, akkor sem vállaltam, és azért ezt így a szakmában, ahogy így azért látom a médiában kevés ilyen van, hogy mondjuk visszamondta a fellépéseket, és mondom, én sem azért mondtam vissza, mert most ki vagyok én, hanem én előre szóltam, tehát a szervezőknek, igen, hogy én nem szeretnék 1 évig biztosan vállalni. Aztán persze próbálkoztak, tudod, mindig, mert hát szegény, aki mondjuk egy falunapra vagy bárhova szeretett volna, ő nem biztos, hogy megérti azt, hogy én most miért nem megyek. Hát, hogy de ez az én döntésem volt. Igen. Megszokta, hogy jössz. Én szerintem ez teljesen rendben van, és én magam is találtam egy cikket, amiben te elmondtad, hogy biztosan ezt választod, hogy otthon maradsz, és hogy ez neked fontos, tehát te szeretnéd ezt megélni. Sőt, egy olyan mondatot is találtam, amiben azt mondtad, hogy és úgy érzed, hogy attól, hogy anya lettél, még nem fogsz feltétlenül gyereklemezen énekelni. Igen, mert általában ugye ez ilyen, tudod, összekapcsolódik, hogy otthon vagy a gyerekkel, készítsünk gyereklemezt. Egyrészt neki is kedvezel, magadnak is, és tudod, azok délutáni sávban vannak azok a fellépések, el lehet vállalni, és akkor nem essél ki úgymond az anya szerepből, és ezért szokták mondani, meg tényleg, hát rengetegen csináltak gyereklemezt.
közel áll a szívemhez, tehát azért nem mondom, de akkor tényleg azt mondtam, és akkor úgy is gondoltam, meg még most sem készítettem gyereklemezt, tehát de azért nem mondtam, hogy soha nem fogok. Na de ebből kiindulva azt, hogy kérdezzem meg, hogy milyen a Kolosnak a zenei neveltetése? Tehát anyuka énekel gyúrjuk, otthon, gyúrjuk. Vagy mutogatsz én. Neki? Mindent, persze, tehát én mindenevő vagyok. Imádom a zenét, tehát nálunk állandóan megy, tehát a kocsiban a rádió, otthon a zenei csatornák, a tévé, szintén a rádió, nagy rádió hallgatók vagyunk egyébként. Nyilván slágerek. Persze, természetesen. Karácsonykor is. Tudom. Így van, karácsonykor is. És mindenféle zenét, tehát mindent hallgat. Na persze, nem szokta annyira érteni. Amikor gyakorolok, mármint nem a szövegét, hanem hogy tudod, hogy most mi otthon bulizunk a férjemmel, micsoda jó dalok, hát ő meg így néz, és akkor persze berakom neki a gyerekdalokat, hát akkor meg rázzák a kis feneküket, úgy érzik, hogy az gyerekdal, vagy én nem tudom, és akkor persze, amikor otthon gyakorolok, hát akkor így... Nem mindig örül neki. Mert hangos is, tudod, azért ilyen magas hangokat kiénekelni, és akkor itt szokott rám nézni, úristen, mondom, fiam, akkor nem jó, vagy mi a problémád? De... Legőszintébb közönség. Egyébként tényleg, viszont ezeket a saját dalokat, és most tényleg nem akarom itt ezt sem túl tolni, de tényleg szereti, és felismeri a hangomat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most már 2,5 évesen, de már csak elindítom, egy-két másodperc telt el a dalból, még nem is szólaltam meg, már mondja, hogy anya! És úgyhogy szoktam neki gyerekdalokat, rengeteget mondókázunk, nagyon benne van a ritmus a gyerekben, tehát tapsol állandóan. Szerinted ez attól függ, hogy alapban benne van-e, hogy kihozzák-e, vagy ez erősen fejleszthető azzal, hogy a környezetből kapja? Biztos, hogy kell, hogy legyen egy alap genetika, amit ugye hoz a születésével, és nálunk azért édesapám is zenész, anyukámnak is nagyon jó a hallása, volt kitől örökölni, tehát ahonnan hozzuk ezt. Viszont én azt gondolom, hogy te nagyon sokat alakítasz a gyerekeden. Tehát én például, ahogy megszületett, 3 hónapos volt, vagy 4, amikor már így tudod, kicsit kinyílik az értelmük, akkor onnantól kezdve elkezdtünk járni zenei foglalkozásra, ami kifejezetten icipici babáknak van. Tehát mit hall a gyerek? Otthon a zenét, a foglalkozáson a zenét, az autóban a zenét, igazából bele születik. Tehát ezt szerintem a szülő nagyban. Tehát a testvére még például, testvérem focizik, illetve gyerekeket oktat, tehát foci edző, és ott például az ő kisfia persze, hogy focizni akar. És focizik is, és ügyes. Tehát, hogy ezt szerintem, amit lát a gyerek, azt akarja csinálni. Aztán persze majd rájön, hogy ez... Majd kitalálja, hogy ez neki tényleg. Meg hát honnan tudjuk még a 2,5 éves kisfiamnál, hogy például jó lesz. A ritmusérzéke biztos, hogy nagyon jó. De hogy mondjuk a hallása milyen lesz. Mert az, hogy most szereti a dalokat, és tapsol, meg tényleg teljesen felélénkül tőle, az nem azt jelenti, hogy fog is tudni énekelni. De ez majd a jövő zenéje. De látom, ezt te hajlandó vagy elfogadni, ha arról van szó. Én nem akarok, ez is közhely, hogy majd nem erőltetjük rá a gyerekre, de én tényleg szeretném, hogyha ő magát, tehát hogy persze nekem kell példákat mutatni, irányt mutatni neki, és majd ő döntse el, hogy mit szeretne. Lehet, hogy vízilabdázó lesz. Lehet, hogy nem tudom mi. Én nem erőltetem ezt, nekem se erőltették a zenei pályát. Én gimnazista koromig nem is foglalkoztam a zenével, az énekléssel. Gimnáziumban kezdtem el vele foglalkozni. És akkor hogyan? Vagy hogy mi hatott rád? Úgy, hogy természetesen mindig énekkaros voltam, általános iskolában is, és persze népdaléneklési versenyeken indultam, de hát az ilyen magamtól szerettem volna, és amikor gimnazista lettem, akkor is az volt az első, hogy én énekkaros szeretnék lenni. És az énektanár már az első osztálynak az év végén, a gimnáziumi első osztály végén a szüleimet felkereste, hogy ő már többször mondta nekem, hogy nagyon-nagyon szépen énekelek, hogy lehet, hogy nem csak énekkarban kellene, én voltam az altszólamnak a vezetője, tehát énekeltem szóló részeket, ugye, de hát azért csak ott volt mögöttem, nem tudom, 30 lány, és az mégiscsak egy biztonságot nyújtott, és
már az énektanár többször szólt nekem, hogy magánúton ezzel kellene foglalkozni, higgyem el, nagyon szép hangom van, és akkor utána szólt a szüleimnek, hogy figyeljenek oda. És apukám mindig, tehát ő, ugye mivel zenész, volt zenekara is, tehát ott sem volt kérdés, hogy lenne kitől tanulnom, csak úgy ők, tehát látták, hogy annyira nem érdekelt a dolog, hogy most ők rámerőltessék. És akkor megkérdezték tőlem, amikor már ugye 14-15 éves voltam, hogy akkor Zsuzsika, nem akarnál tényleg ezzel egy picit komolyabban foglalkozni? Hát akkor már mondja anyukám, mondja apukám már az énektanár, és akkor úristen, nekem az énektanárom, hát az egy óriási dolog volt, hogy elismeri, hogy én van hallásom, tudok énekelni, és tulajdonképpen az ő noszogatására történt az, hogy akkor felkerestünk egy énektanárt, és akkor elkezdtem tanulni az éneket. Tehát ez így jött. És akkor persze utána már kerestük a lehetőséget, hogy legyen azért akkor szereplési lehetőségem, és akkor adott volt, én kecskeméti vagyok, ott volt a kecskeméti Katona József Színház, az ottani, nagyon sokat jártunk színházban. Hát azért az egy jó hely. Így van, és volt egy nagyon kedves színészbarátunk, Pál Attilának hívják, akit a mai napig imádok és szeretek, és ő volt az, aki azt mondta, hogy gyere Zsuzsi, én elviszlek magammal fellépésre. Hát és akkor voltam ilyen, ami a harmadikos gimnazista, mert közben azért eltelt egy-két év. Úristen, mondom, én? Tehát az most az egy dolog, hogy én tanulok énekelni. És így elvitt egy-két fellépés, és ott mindig volt olyan ember, akinek nagyon tetszett, ő meghívott egy következőre, és tényleg, mint a mesében, és nagyon szépen lépcsőről lépcsőre meneteltünk fölfelé. Hát tulajdonképpen erre mondják, hogy az ember nem nagyon kerülheti el a sorsát, úgy tűnik, tehát hiába szerettél volna mást. Volt egyébként terved, hogy te miután nem gondoltad, hogy énekes leszel, hogy mifelé mész, vagy mit tanulsz? Terv az mindig volt, csak amikor már így első osztályban kiderült ez a történet, hogy ez a zene jó lesz nekem, és tényleg leköt, és nagyon szeretem, akkor onnantól kezdve csak a színművészeti egyetem, és akkor olyan fakultációkat vettem föl, ami ahhoz kell. Aztán sajnos pont abban az évben, amikor én nekem kellett volna felvételizni, amikor érettségiztem, nem indították azt a szakot, a musical operett szakot, pont abban az évben, és szerte fosztott, és 4 évig én erre készültem. És akkor jött, hogy hát akkor most mit csináljunk, akkor úgy döntöttem, őszinte leszek, akkor már nagyon beindult nekem a fellépéseknek a száma, maga ez a, hogy mondjam, médiában való jelenlétem, és úgy döntöttünk, hogy akkor érettségi után kihagyok 1-2 évet, ülepedjen le, hogy akkor mifelé, mert tulajdonképpen én ilyen teljesen szemellenzősen csak a színművészetire szerettem akkor ez volna. Nagy csalódás volt. Igen, akkor ez egy nagyon nagy csalódás, de utána a pedagógusi szakma nagyon vonzott engem, jogásznak szerettem volna még tanulni, és aztán úgy döntöttem mégiscsak, hogy a pedagógusi szakma, több pedagógus is van a családunkban, és ez a véna is megvan bennem, és mindig is nagyon szerettem a kicsi gyerekeket, ezért úgy döntöttem, hogy óvodapedagógus leszek, és tulajdonképpen a végzettségem szerint az is vagyok. Úgyhogy ezt választottam, mert aztán érettségi után egy-két évet kihagytam, és akkor tudod, ott anyukám rám pirított, lányom, vagy most felvételizel, vagy akkor nem lesz belőled semmi. És akkor megijedtem. Igen, nem szabad elengedni. Igen, mert akkor tudod, azért elvittem a hív engem, tehát a rengeteg fellépés, és tényleg rengeteget utaztunk külföldre, meg hát 20 évesen, 21-22 évesen szárnyaltam, és hát akkor kezelhetetlen voltam egy ideig, anyukám elmondása szerint, úgyhogy azóta is köszönöm neki, hogy túlélték azt a pár évet, és akkor utána magamba szálltam, és természetesen fel is vettek, és elvégeztem a főiskolát. Vannak ilyen kicsapongások, a lényeg, hogy visszataláljon az ember szerintem. De ezt kell egy erős háttér azért. Ez így van. Ezt akik a földön tartanak, mert ebben a szakmában azért nagyon nehéz ám a földön maradni. És én nekem, hál' Istennek, fiatal koromban volt egy icipici kilengés, ami most a emberek felé nem mutatkozott meg, csak a családom érzékelte, persze, és a barátaim érzékelték ezt, hogy voltak ilyen, hogy anyukám mondta, hogy vigyem ki a szemetet, és akkor mondtam, hogy én nem viszem ki a szemetet. Hiszen. És kérdezte, hogy miért? Letörik a körmöd? És akkor is azt mondta, hogy ugyanolyan ember vagy, mint bárki más, hogyha letört. És ezek jó pofonok voltak. Tehát azért még kaptam egy-kettőt, nem fizikálisan, tehát nem úgy, hanem csak szóval. És ezek sokkal jobban fájtak.
bedurciztam, de aztán rá kellett jönnöm, a mai napig így van, hogy mindig anyukámnak van igaza. Reméljük, ezt most hallja. Remélem, hogy hallja, mert ő mindig azt gondolja, hogy ez nem így van, de ez tényleg így van. Anya, most akkor megerősítem. Ezt most országvilág hallja. Igen, ez nagyon szép. Általában a lányok, van az az időszak, amikor úgy harcban állunk az anyukánkkal, de összességében szerintem azt így elismerjük, hogy ez is úgy van, az is úgy van. Igen, mindig neki van igaza. Az az igazság. Igen, én azt nem egyszer mondtam, hogy úgy utálom, hogy mindig igazad van. Én is mondtam már ilyet. Nem vagy egyedül ezzel. De tényleg mindig igazuk van. És ezért bízom most már, hogy én is anya vagyok, hogy egyszer a kisfiam is elismeri ezt, hogy anyának mindig igaza van. Benned van ez, hogy... Hát nem is tudom, hogy kérdezem, mert nekem is ez jutott eszembe, hogy beszéltél a saját gyerekkorodról, és hogy a szülőnek mit kellett kiállnia. Hogy benned van ez, hogy hogy bírni fogod-e, ha esetleg... Ez nem kérdés. Tehát ezt aki vállal gyereket, nagyon remélem, hogy tehát én legalábbis úgy vállaltam, hogy én ezt tisztában vagyok vele, hogy nem lesz egy egyszerű történet, egy gyaloggalop, de hát ezt bírni kell. Tehát azt nem lehet. Tehát a gyereked csak rád tud támaszkodni. Tehát te vagy neki a bázis, a bástya, tehát hogy nem lehet. Tehát neked erősnek kell lenni minden helyzetben. Nekem még csak 2,5 éves, tehát nem szeretnék prédikálni. Még talán mondhatom, hogy a dackorszakban most kerültünk bele, de vannak, tehát nekem is vannak rosszabb napjaim, tehát nem akarok álszent lenni. Nagyon-nagyon nehéz azért egy gyereket nevelni, és de hát ez azonnal elfelejti az ember, amikor rád mosolyog, és nem tudom, azt mondja, hogy anyuka, hogy így is szóbb becéz, és akkor elolvadok. De ő kifejezetten akaratos, céltudatos, inkább ezt a szót használom, és úgyhogy azért küzdünk, és még fogunk is. Most az jutott eszembe, hogy írhatnál egy dalt akár erről is. Lehet, anyának. Adhatod az ötleteket, abszolút. Most szívom magamba. Igen. Nagyon sok téma van, amit meg lehetne énekelni tulajdonképpen, és tehát határa csillagos ég, csak tényleg meg kell találni hozzá a dallamot, mert az egy dolog, hogy van egy jó szöveg, azért abban kell nem hozzá. Abban nem tudok segíteni, csak témát tudok javasolni. Jó, ezt is fölírtam. Jó van, köszönöm. Most már van 2+. Jó, hogyha ezek megvannak, akkor gyere vissza. Oké. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy beszélgethettünk. Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magamat. További sok sikert neked minden területen, és akkor várlak vissza. Komonyi Zsuzsi volt a vendégem ma este, itt a 103.9 Sláger FM-en, a Slágerarcokban. Én Fehér Marian vagyok, most megköszönöm a figyelmüket, és átadom a szót kollégámnak, Habóczki Máténak, ő hozza ugyanis a legnagyobb slágereket változatosan, egészen hajnali 5 óráig. Én jövök legközelebb is, de maradjanak addig is a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Slágerarcok, minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.